Felkérem Jamrik Péter urat, a Gábor Dénes díj alapítóját, hogy ossza meg velünk a mai díjátadással kapcsolatos gondolatait. Csak az olyan elismerés értékes számomra, amelyre visszaemlékezve eszembe jutnak a hozzávezető út mérföldkövei. Megborzongok az emlékektől, és rágondolok azokra, akiknek számára a létrehozott eredmény megkönnyítette életüket, szebbé tette mindennapjaikat. És nekem az az igazi díj, amelyet jogom van megosztani, és meg is tudom osztani mindazokkal, akik ezen az úton társaim voltak és osztoztak velem a nehéz és a boldog időszakokban is. Írta Békési György 50 évvel ezelőtt. Tisztelt alelnök úr, tisztelt államtitkár urak, rektor urak, elnök urak, kedves díjazottak, tisztelt vendégeink! 45 esztendővel ezelőtt kapta meg Gábor Dénes a Nobel-díjat. 1971-ben a 8. magyar, egyesek szerint magyar származású tudósként érdemelte ki a tudományos élet legnagyobb elismerését. Nem tudom felmérni, hogy a díj nélkül a hazai közvélemény miként ítélte volna meg tevékenységét. Egy biztos. Személye, tevékenysége, eredményei és szellemi öröksége alapján nem választottunk rosszul, amikor a hazai műszaki szellemi alkotási folyamatokban nevet szerzett, eredményt elért kiválóságok elismerésére alapított díját, díjának névadóját, őt választottuk, egy Nobel-díjas magyart. Kinek London melletti nyughelyét mintegy 25 éven keresztül nem jelezte semmi. Míg nem Kovács László professzornak, fizikatörténésznek, a szombathelyi Berzsenyi Dániel főiskola akkori rektorhelyettesének kutató munkáját siker kísérte. Tudjuk, Alfred Nobel nem egy-egy tudományos pálya vagy életmű elismerésére szánta a díjat, amit az díj odaítélésének indoklásában mindig le is írnak. Nobel-díjat a jelölt csak életében kaphat, így a tudományos élet és az irodalmi jelesei közül számos személy végül nem érhette meg, hogy rákerüljön a sor, holott munkássága érdemessé tette volna erre az elismerésre. Érdekes gondolatjáték, hogy amennyiben a Nobel-díj 50 évvel ezelőtt korábban születik, befértek volna legalább az ajánlottak közé olyan magyar ikonok, mint például Bolyai János vagy Puskás Tivadar. Egy díj odaítélésében nagy szerepe van a felterjesztőknek, ajánlóknak, akik általában maguk is hatalmas ismerettel rendelkeznek, ám ez nem homályosítja el látásukat, és éles szemmel észreveszik az adott tudományterület művelői közül a kiemelkedő személyiségeket, és őket az adott díjra méltónak találják. Ezt a szándékot a bírálóbizottság azonban vagy támogatja, vagy elutasítja. A Nobel-díjat kapott tudósok között szívem szerint helye lett volna például Eötvös Lórántnak, Szilárd Leónak vagy Kármán Tódornak. Tudomásul kell azonban vennünk a témák iránti érdeklődés, a Svéd Akadémia által izgalmasnak talált területek és eredmények nem esnek egybe vágyainkkal. De befolyásolja egy-egy időszak szakmai divatja, a geopolitikai-politikai helyzet, vagy csupán a személyes ismertség mértéke is, hogy ki az, aki a nomináltak közé kerülhet. A magyar vagy magyar gyökerekkel rendelkező Nobel-díjas tudósok azonban koruk, különösen korunk népességének arányához képest nagy számban képviselték, képviselik a magyarságot. Felmerülhet a kérdés. Minek tulajdonítható egy ilyen kis nemzet fiainak ennyire kiemelkedő szerepe az elmúlt évszázad természettudományi fejlődésében? Engedjék meg, hogy itt Beck Mihály akadémikus szavaiból, gondolataiból idézzek. Szilárd Leó ezt a kérdést egy beszélgetés során azzal ütötte el, hogy a magyarok tulajdonképpen más égi testről származó, különlegesen fejlett civilizációból kerültek a földre. De komolyra fordítva a szót,
kivételesen jelentős alkotók ilyen nagy arányának felbukkanása természetesen sok tényező eredménye, és teljes egyértelműséggel alig ha magyarázható. A kiegyezést követően Magyarországon hatalmas gazdasági és kulturális fejlődés következett. Jelentős mértékben Kármán Mór tevékenységének köszönhetően a német, angol és francia középiskolák legjobb elemeinek ötvözésével a gimnáziumok egész sora alakult. A természettudományi tárgyak oktatásának különlegesen magas színvonalában jelentős szerepet játszott az 1841-ben alapított és a kiegyezést követően hatalmas fejlődésnek indult Magyar Természettudományi Társulat. Eddig az idézet. Hölgyeim és uraim! A magyar tudósok közül sokan valóban hazájukból elvándorolva érték el a világra szóló eredményeiket. Voltak, akik politikai jogból távoztak, a nem politikai indítatású elvándorlás pedig leginkább a tudományos kutatásnak a hazainál jobb nemzetközi feltételei motiválták. Nos, a magyar Nobel-díjasok közül többen vannak, akik a hazai, honi műszaki szellemi élet, a tudomány felvirágoztatása érdekében életük hátralévő szakaszában sokat tettek, tesznek. Hatásuk érezhető a határainkon belül, és azon kívül alkotók, az oktatás képzés terén munkálkodók körében is. Ezt érezzük az elmúlt években Gábor Dénes díjjal kitüntetettek, valamint a felterjesztettek jelentős arányának tevékenységében, szakmai eredményeik gyökereiben is. Eddigi díjazottjaink javarésze nevet szerzett, dicsőséget arathatott a közvetlen alkotó tevékenységi körén kívül a szakmai és a közéleti élettérben is. A tudomány, a közoktatás és a gazdaság számos területén veszik igénybe tapasztalatukat, alkotókészségüket. Közösséget alkotnak. A Gábor Dénes díjasok klubjának keretein belül és azon kívül is. E klubnak éppen 10 esztendeje vezetője, motorja és fenntartója, a 2001-ben díjat elnyert dr. Darvas Ferenc úr. Köszönet és hála érte. És itt kapcsolódok az idei Gábor Dénes díjazottjainkhoz. Még soha ilyen szakmailag kiegyensúlyozott, széles tevékenységi spektrumot felülelő kiválóságok nem adtak ekkora súlyú feladatot a kuratóriumnak. A díjazottak végzettsége, alaptevékenységük felüleli a hazai értékteremtő szakterületek szinte mindegyikét. Ezek megkülönböztetik őket egymástól, hiszen idei ünnepeltjeink között van villamosmérnök, gépészmérnök, vízépítőmérnök, orvos, vegyész, fizikus, állatorvos és informatikus. Ami viszont közös jegyük. Az innovációs lánc szinte minden szakaszát végigjárták az alapkutatástól, az alkalmazott kutatáson át, a fejlesztési tevékenységig, majd a gyártás, később az eredmények piacra viteléig. A korosabb generáció tagjainál az oktatás, a széleskörű szakmai társadalmi tevékenység zárja a sort. Majd mindegyikükre jellemző, hogy nem csak itthon, hanem a nemzetközi szakmai vagy piaci térben is ismertek, sőt, eredményesek. Mint egy hálózat tagjaiként öregbítették és öregbítik szakmájuk és Magyarország hírnevét. Barabási Albert László szavai szerint elkezdtük belátni, hogy egy kis világban élünk, amelyben minden mással össze van kapcsolva. Egy most születő forradalomnak vagyunk a tanúi, amelynek során a különböző tudományágak tudósai felfedezik, hogy a komplexitásnak szigorú szerkezete van. Elkezdtük megérteni a hálózatok fontosságát. Szép álmom, hogy néhány éven, vagy néhány évtizeden belül közülük is kikerül néhány Nobel-díjas. Amiben különösen reménykedem. Nem okoz majd annak megítélése, hogy magyarnak, vagy magyar származásúnak kell őket tekintenem, hiszen minden feltétele meg lesz annak, hogy itthon alkossanak, gyarapítsanak, és a hazafényre derül. Köszönöm a figyelmüket!